Isten éltesse sokáig. Születésnapja. Köszönöm szépen. Akkor tetszett születni, mikor az édesanyám. Ő is május 1-én született. Igen. Csak és ő hány 1941-ben. Én meg 21-ben. Ő a 72-et tapossa. Jaj, de örülök. Nagyon jól tetszik magát élni. Igen. Kati néni többek között énekkel hálálta meg a köszöntést és a jó kívánságokat. Az első csókját én ellen feledem, itt állok árván, halálos betegen, mert szeretem. Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a szívnek húrja van, jaj, elszakad. Elárulta azt is, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Véleménye szerint a munka szeretete sokáig éltet. Az, hogy szeretek kapálni. A kertet nagyon, de nagyon szeretem kapálni és a kertet, meg a virágokat. Megtudtuk azt is, hogy férjével egy lakodalomban ismerkedtek meg. A fiatal katona sokszor felkérte táncolni, ami elől Kati néni szinte már menekült. Pinti Rannussal, mikor kezdődött a tánc, kijöttünk a sátorból, és leültünk oda ilyen kőműves padlókra, meg mi egymás. Majd, hogyha Annuska ment, csak hogy az a fekete gyerek az táncol már, azt mondja, hogy mehetünk már be, Kati azért táncolt. Hát nem táncolt, mindjárt lecsapott rajtam az ajtóba. De állandóan mindig csak engem vitt táncolni. Hát hazakísért, hát azt mondja, nem tudom, hogy találkozunk-e, mert én nekem vissza kell menni katonának, meg mi egymást. Később összeházasodtak, és 34 évig éltek együtt. Két gyermekük született, azóta pedig már az unokák és dédunokák hangja zengi be a házat.